Hazád ott van, hol életre csókol édesanyád. Tanuld meg őt s a magad igazát. A Szabó Gyula 21 szakközépiskolában hosszú ideje fontosnak tartják, hogy megemlékezzenek a magyar történelem fontos eseményeiről, ezért március 15-e alkalmából is ünnepi műsort adtak elő. Iskolánkban 2004 óta működik a Lákóczi Szövetség helyi szervezete, amely szintén kiemelkedő céljának tartja azt, hogy nemzeti ünnepeinken megemlékezzünk, koszorút helyezzünk el hőseink tiszteletére, illetve részt vegyünk az anyaország, illetve a határon túl élő magyarokkal való kapcsolat ápolásában. A tanároknak is az a feladata 2016-ban, hogy nem csak oktassák a gyerekeket, hanem neveljék is. Neveljék a szépre, neveljék a kultúrára és történelmünk ápolására. Jöhet bármi, de mindig tud, hogy állod itt te föl, a lömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőnk, hisz minden hozzáfűz, álma bennünk testetől, így lesz az örökké. Szalai Máté elsős diákként először vett részt az iskola március 15-i rendezvényén. A magyar nemzeti ünnep számára a szabadságról szól. Nem sok iskolában van így, ilyen szinten megtartva ez az ünnep, és nekem a szabadság az összefogást jelenti. A mai fiatalok között főleg, hogy nincs meg ez az összefogás, ez az összhang, ezen változtatni kéne. 3 órával később már a Kodály Zoltán alapiskola diákjai adnak műsort a Városi Művelődési Központ színház termében. Ebben az oktatási intézményben is hagyománya van annak, hogy az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezzenek. Igyekszünk olyan repertoárt, olyan zenei számokat, olyan verseket választani, ami eljut hozzájuk, amit szeretnek énekelni. A gyerekek szívébe beültetjük a magyar hitvallásnak a gyökerét verseken és énekeken a zenén keresztül. Magyarul tanított anyám imádkozni, magyarul tanított anyám a meséket megérteni. Ez a magyarság, ez muszáj, hogy itt maradjon velünk a szívünkben, mindenki szívében, és szülőkhöz szólnék, legfőképpen rajtuk múlik minden. Csak úgy lehet valamit továbbvinni, hogy azt a gyereket is magyarnak neveljük tovább. Várományi szerencsétek, ezt a hazát szeressétek! A fellépők között találhattuk Horváth Balást. A 9-es tanuló elsőskora óta szerepet vállal a március 15-i műsorban. Most énekeltem is, meg zongoráztam, szavaltam is. Megerősítette bennem, hogy magyar vagyok, és hogy ne tántorítson el attól, hogy ennek valljam magam.